Gábor, neked csak kettő ilyen van, vagy egy? Egyszer, hogy egyik berögződött, nem tudom, tudjátok-e mi ez az indián meteorológiai kő. Ne. Ez egy ilyen pici, apró játék, ilyen három kis fadarabon, egy kis kő középen fölfüggesztve, és akkor az a vicc benne, hogy ha a kő vizes, akkor esik, ha száraz, akkor süt a nap, ha havas, akkor havazik, és ez, ez egy ilyen vicces kis valami, és ezt az egyik barátom 20 évvel ezelőtt azt találtak, hogy ezt megcsinálja nekem nagyban. De hát nem hazudok, gyerekek, hát itt ezen a középcsontom le lehet-e itt lépni, de hát itt nem férne el, és ezt így, odahozta nekem, hát négyen hozták, hogy akkor ez mekkora poén, ilyen hatalmas berendákból, és egy óriási kő volt a közepén, és akkor rá volt, és hogyha a kő... És az arcod, amikor átadták? És most hova fogom én ezt tenni? Meg hát azt mondom, ez mondom, pici bej, olyan aranyos, úgysem tudok vele mit csinálni, ha pici, akkor sem tudom hova tenni, de szóval hova teszem? És évekig kerülgettük, egyszer kivitt a ház mellé, a kutyaol mellé, nem tudom, volt mindenhol a házban, egyszer felaprítottuk, kidobtuk, és a mai napig ez 20 év, de viszont emlékezetes volt. Igen. Hát nyókat hagyott maga, igen, nyók, maga igen, után ez a barát.